Veletek is volt már olyan, hogy ott volt előttetek egy tétel, és egyszerűen tök mindegy, mennyire szerettétek volna, nem tudtátok megtanulni. És egyszerűen bárhogy próbálkoztatok, az órák csak teltek, de egyszerűen semmi nem maradt meg a tételből. Ha igen, akkor nagyon jó helyre jöttetek, mivel ebben a videóban 4 olyan tippet szeretnék nektek adni, amivel viszonylag könnyen tudjátok motiválni magatokat, hogyha elérkeztek ahhoz a bizonyos mumus tételhez. Nekem a mumus tételek azok mindig azok a tételek voltak egy-egy tárgyból, amik így egyáltalán nem mentek, nulla motivációm volt arra, hogy megtanuljam őket, és egyszerűen minél jobban akartam, annál kevésbé ment, és annál jobban féltem attól, hogy akár egy szóbelin, akár bárhol ezt a tételt fogom kapni, erről a tételről kell majd beszéljek, vagy írjak, és egyszerűen nem tudtam magamat rávenni arra, hogy hogy tanuljam meg. Úgyhogy kifejlesztettem 4 olyan dolgot, amivel viszonylag, ha nem is úgy, mint a többi tétel, de azért nagyjából meg tudtam őket tanulni. Ezt egyébként olyan tantárgyaknál is lehet hasznosítani, amik mondjuk nem mennek a suliba, akár egyetemen, akár gimnáziumba, akár általános iskolába, tehát ezek a tippek nem feltétlenül csak a szóbelire fókuszálnak, hanem úgy unblock, hogyha valamivel problémátok van és nem tudjátok megtanulni. Az első tippem az, hogy próbáljatok meg magatoknak egy ilyen jutalmat kitalálni, hogyha megtanultok, nem tudom, mondjuk egy fejezetet, vagy egy oldalt, akkor utána valami jutalmat adtok. Ez egyébként fordított pszichológiával is működik, mégpedig azzal, hogy addig nem csinálhattok valamit, amíg mondjuk nem tanuljátok meg az X részét a tételnek. Ez eléggé ilyen gyerekes dolognak hangzik, de egyébként nagyon beválik, mert én is mindig azt szoktam, hogy tudtam, hogy ha meg akarok nézni egy részt, akkor először meg kell tanuljak mondjuk egy tételt, és addig nem keltem föl, amíg nem tanultam meg azt az egy tételt, vagy nem tudom, valamilyen csokival tudod magadat jutalmazni, vagy sorozat, akkor könyv, bármi. A lényeg az, hogy mindenképp tűz ki magad elé valami célt, hogy oké, addig nem nézek sorozatot, amíg nem tanultam meg egy oldalt, vagy egy részt, vagy egy tételt. Ezt te magad tudod, hogy egy ültő helyedben mennyit tudsz csinálni, fordított esetben is meg tudod csinálni, hogy megtanultam ennyit és ennyit, akkor most jutalomként megcsinálhatom ezt és azt. A második dolog az, és nekem ez segít egyébként a legjobban, hogy hosszú távú célt tűz ki magad elé, és ne pedig csak azt, hogy megtanulod a tételt. Tehát, miért tanulod meg azt a tételt? Azért, hogy felvegyenek, nem tudom, az orvosira, vagy a jogira, vagy bárhova. Tehát mindig azt kell megnézni, hogy elsődlegesen te miért kezdted el azt az adott dolgot. Te azért kezdted el, mit tudom én, a bioszérettségit, hogy majd orvosira felvegyenek. Akkor ne azt nézd, hogy úristen, itt felelőttem 20 biosztétel, és akkor abból meg kell tanuljak 20-at, hanem azt nézd, hogy oké, ha ezeket megtanulom, akkor felvesznek az orvosira. És így nem azt a tételt fogod magad előtt látni, ami a mumus tétel, hanem azt fogod magad előtt látni, ami elsődlegesen a hosszú távú célod volt, ami meg nyilván valószínűleg olyan dolog, amit te magad szeretsz, és te magad motivált vagy. Tehát nagyon fontos, hogy ne a rövid távú célt nézd, ami azt, hogy oké, meg kell tanulnom ezt a tételt, hanem azt nézd, hogy ha ezt a tételt megtanulom, akkor eljutok ide, eljutok oda. És ezek mind olyan dolgok, amiket igazából így eddig akartál csinálni, ezek mind olyan dolgok, amikért te eddig harcoltál, és eddig mentél, és csináltad, és akartad, tehát miért pont most állnál meg, amikor itt vagy már igazából a kapujában, és konkrétan egy biosztétel válasz el, vagy egy másik olyan mumustétel, amit esetleg annyira nem szeretsz. A harmadik tippem az, hogy próbáld meg valami olyan dologgal asszociálni, amit szeretsz. Például van egy töri tételem, a törökkor. Nem tudod megjegyezni, túl sok az évszám, túl sok a személy, de mondjuk nagyon szereted a török sorozatokat. Akkor próbáld meg a kettőt valahogy összeasszociálni. Erről nehéz amúgy tanácsot adnom, meg ez nehéz, mert ugye ezt nehéz elmagyarázni, mert ugye igazából te magad tudod azt, hogy neked az adott dologhoz mi asszociál. Tehát például nekem voltak olyan tételek töriből, nem az érettségire, mert ugye nekünk nem volt szóbeli, hanem volt a gimiben ilyen kis vizsga 10-ben, és nagyon sokszor volt olyan, hogy akár egy tételt valahogy úgy asszociáltam, hogy megkerestem benne azt, amit szeretek, és amikor arra a tételre ránéztem, akkor nem azt néztem, hogy úristen a török kor, hanem úgy néztem rá, hogy váó, a török kor milyen érdekes, hiszen a Szulejmánt mondjuk tökre szeretem, és akkor értitek, így a kettő asszociációból kijött az, hogy igazából tök jól meg tudtam tanulni a tételt, mert nem az járt végig a fejemben, hogy úristen, de utálom a török kort, és ez nem érdekel, és nem akarom megtanulni, és stb., hanem az, hogy igazából ez
tökre hasonul azzal, amit én szeretek, mit tudom én, egy bármilyen sorozat, vagy bármilyen török dolog, és így a kettőt, ha összekötöd, akkor már is egyszerűbb, hiszen nem úgy gondolsz magára a tételre, mint egy mumus tétel, hanem valami, amit a hobbiddal össze tudsz kötni, és nyilván a hobbid az megint egy olyan dolog, amit szeret. És az utolsó tippem az pedig az, hogy ne úgy próbáljatok ránézni, mint hogyha valami kötelező dolog lenne. Nyilván ez a legnehezebb, hiszen muszáj vagy megtanulni, tehát kötelező. De ugye van az a mondás, hogy minél jobban rád kényszerítenek valamit, annál nehezebben fogod megcsinálni. Tehát ne úgy próbálj hozzáállni, hogy ezt most nekem le kell ülni és meg kell tanulni, hanem úgy próbálj meg hozzáállni, mint hogyha egy jó dolog lenne. És hogyha hozzá tudsz állni úgy, mint egy jó dolog, akkor sokkal kevésbé lesz fájdalmas megtanulni. És higgyétek el, ez tényleg amúgy beválik, mert hogyha nem úgy ültök le, hogy oh, ma megint meg kell tanulnom ezt és ezt a tételt, hanem úgy ültök le, hogy oké, megtanulom ezt a tételt, mert miért ne, mert tök jó, akkor igazából, ha már nem úgy vagytok az agyatokban, hogy úristen, ez kötelező megtanulni, mert ide van írva, és ezt ki fogom húzni, és ezt le kell írnom a vizsgán, hanem úgy álltok hozzá, hogy itt van egy tétel, itt van előttem, nem tudom, 5 oldal, vagy 10 oldal, igen hosszú, igen fájdalmas, mert nem érdekel, de nem úgy állok hozzá, hogy muszáj, hanem megtanulok X részét, utána más csinálok. Megint X rész, utána más csinálok. Ez miért jó a jövőmhöz? Tehát ezt az utolsó tippet, igazából így az előzőkkel, hogyha összerakjátok, akkor kijön egy teljesen jó ilyen tanulási rutin, illetve tanulási hozzáállás, ami teljesen más, mint hogyha te leülnél és azt mondanád, hogy oké, itt van egy tétel, akkor én ezt most megtanulom. Tehát nem. Mindenképp az a lényeg, hogy próbáljatok meg úgy erre az egész tanulásra gondolni, mint hogyha ez egy jó dolog lenne, vagy nem is jó, de hasznos. Mert hogyha hasznos, akkor ráveszitek magatokat, hogy csináljátok. Viszont hogyha úgy veszitek, hogy ez egy kényszer, akkor sokkal nehezebben fog menni, sokkal fájdalmasabb lesz, és sokkal hosszabb lesz maga a folyamat, és akkor viszont egyáltalán nem lesztek sikeresek, mert hogyha úgy tekintetek rá, mint kényszer, akkor szenvedés lesz, viszont hogyha úgy tekintetek rá, hogy haszon, és neked ebből csak jó fog származni a jövőben nyilván, akkor viszont sokkal egyszerűbben fog menni a tanulás, és nyilván sokkal sikeresebbek is lesznek a vizsgám. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett, ne felejtsétek el lájkolni és feliratkozni, mert hozni fogok még hasonló típusú videókat a jövő héten, úgyhogy köszi, hogy megnéztétek, sziasztok!